Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt, kövess engem. A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz. Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal, meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok? Jézus felelt meg nekik: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek. Szeretett testvéreim, mai evangéliumban Jézus meglát egy vámszedő asztalt, vagyis egy hivatalt, ami elég gyakori látvány volt azon a vidéken, ebben a történelmi korban. Vallásos és politikai meggyőződésből egyaránt megvetették és kiközösítették őket, a vámszedőket, mivel idegen pogány hatalom érdekében saját népüket fosztották ki. És ha ez még nem lett volna elég, mindenki tudta róluk azt, hogy ezek olyan emberek, akik a saját szakálukra is dolgozva jóval többet szednek be, mint amennyit a megbízók megköveteltek tőlük. És egy ilyen környezetben látjuk azt, hogy Jézus egy vámszedőt, Lévit meghívja. Az ott ülő vámszedő alkalmazott Lévi, később lesz Máté, aki nem sokára az Úr Jézus egyik tanítványa lesz, a későbbi Máté evangélista. Oda megy Jézus, megáll az asztalnál, és mintha mindez a legtermészetesebb dolog lenne, azt mondja Lévinek, a későbbi Máténak, hogy kövess engem. Lévi válasza egyszerűen az, hogy föláll, otthagyja mindenét és követi Jézust. Mi van ezen meghívás mögött, amit Jézusnak ennek az embernek mondott? Nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. A bűnösöket hívja ma megtérésre. Ez az Úr Jézus evangéliuma örömhíre Lévi számára. A bűnösöket, vagyis nem tévedés, hogy az Úr Jézus az ő látványos tisztaságával és szentségével éppen a legmegvetettebbekhez megy oda azon az utcán. A bűnösöket hívja. Minket is, téged is, hogyha bűnös vagy, hogyha méltatlannak érzed magadat, akkor hív igazán. Mai napunk evangéliuma pontosan ezt szeretné tudatosítani bennünk, hogy Jézus visszavár bennünket magához, az újrakezdés lehetősége mindannyiunknak garantált. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Amen.